Tisztelettel köszöntöm Önöket a 47. Békéstarhosi Zenei Napok keretében megrendezésre kerülő 18. kórus találkozón. Miután kiesett a Covid miatt egy találkozó, nagyon vártuk. Mert ezt újra fel kellett fejleszteni, mert ugye akkor lefújtuk egyszer, és akkor utána újra össze kellett szedni az embereket, akik persze jöttek, csak ezt ugyanúgy föl kell építeni, ahogy előtte felépítettük a Covid előtt, mert hát azok a kórusok, akik korábban itt voltak, azok most elmentek a Covid után másfelé. De ettől függetlenül én erre készülök már ősz óta, és állandóan nézegettem a kórusokat, hogy kiket tudnék megint, akik érdekeset és szépet hoznak ide nekünk, de nem csak ezen múlik. Azon múlik, hogy ki az, aki ebben az időpontban, nyár eleje van, sőt, lassan megyünk bele a nyárba, és elmennek az emberek nyaralni. Aki össze tudja szedni a kórusát, nekem magamnak se könnyű, ugye, a véndiákot, bár az már egy más kategória. Viszont iskolai kórust évek óta nem tudok beszervezni, mert a szülők abban a pillanatban, hogy a tanévzáron elhangzik az utolsó szava a igazgatónak vagy a kórusnak, már viszik is a gyerekeket nyaralni, meg táborban, meg mindenre, pedig nagyon kellene, hogy hasonló korú gyerekeket halljanak, és lássák, hogy azért nincs minden veszve, és van még ebben az országban énekelni szerető fiatal. Úgyhogy nem, a gyerekkórus nem sikerült, de ez is nekem majd nagyon nagy öröm, hogy egy gimnazista kórus sikerült, mert hát ezek is diákok még, és ebben az időben zajlanak a felvételik az egyetemekre, érettségig, felvételik egyáltalán készülni erre az eseményre, és szabaddá tenni őket, ennyi gyereket, hát ezek majdnem 50-en vannak. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, és büszke, hogy ezeket sikerült most, de ezekkel is megy már a levelezgetés hónapok óta. Másik, akik stabilan itt vannak, a kisfélségi óvonők, meg bölcsődések, azok, az megint az én büszkeségem, mert ugye a Kriszbai Ancsa az a gimnáziumban az én tanítványom volt, valamint a Pocsai Marcsi is, aki ezeket a Dunai Városi csoda gimnazistákat hozta most. Azért ez valahol nagyon nagy dolog, a kisugárzása ugye ennek a békési, valamikori kultúrának, kórus kultúrának, ami itt létezett. Sajnos lefutóban van, mert nem felülön nem támogatják. Szomorú vagyok, de ezt kell mondani, hogy nem kapják meg a támogatást. Minden áll a kis madárul, mi a napi
Ez nagy boldogság nekem, hogy ez azért most már 18-szorra van ez a találkozó, és hogy a kórusok ezt nagy örömmel veszik az erre való felkérést, és boldogan készülődnek, pedig sok gond közt, például a félegyháziak, gond lett az zongoristájukkal. Egy csomó műsorszámot le kellett nekik mondani, pedig egy agilis fiatal karnagyot kaptak, akivel remekül tudnak együtt dolgozni. De ki kellett mazsolázni a műsorukból, elég nagy műsor repertoárjuk van, azt, amihez nem kell zongora kísérlet, mert nem kaptak hozzá zongoristát. Szerintem most addig-addig próbálják itten egyengetni és rendbe tenni az oktatás ügyet, hogy csak akad egy olyan legalább maroknyi tanár, akik azt mondják, hogy állj, ezt ha nem tesszük rendbe, akkor ne számítsunk jobbra a másik területen se, mert ez visszaüt. Egyszer csak visszaüt. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, mint volt Kodály növendék, hogy amíg én élek, addig én ezen dolgozom, és ahol tehetek érte valamit, biztos, hogy ott vagyok.